Valentin napon a 16. században terjedt el a virágcsokrok ajándékozása. Már a világszerte ünneplik. Különböző szokások terjedtek el. Peruban például még munkaszüneti nappá is nyilvánították a Valentin napot, hogy a párok méltóképp megünnepelhessék a szerelmüket. Itthon is egyre elterjedtebb az ajándékozás a szerelmesek napján. Felkerestük az egyik virágboltot városunkban, ahol a tulajdonostól megtudtuk, hogy Valentin napra már az új év után elkezdi a készülést, hiszen ez a virágos szakma első nagy ruhamát jelenti. Megtudtuk, hogy azon tudatos vásárlók, akik biztosra szeretnének menni, már a február 14-ét jóval megelőzően előrendelnek. A forgalom ebben az időszakban megnő a virágboltban. A későig dolgozókra is gondoltak, ezért hosszított nyitvatartással is készülnek. Mi személy szerint reggel 8-tól este 9 óráig leszünk nyitva. A virágkötő azt is elmondta, hogy a Valentin napi virágoknál a piros szín a domináló, de kedvelt a rózsaszínű csokor is. Mindig vannak aktuális trendek a csokrokat illetően. Most már Karcagon is egyre többen keresik a virágboxokat. Ezek pedig ebben a virágboltban körülbelül 13.000 forinttól kezdődnek. A forgalom mellett ebben az időszakban az árak is megnőnek. Ez több tényezőtől is függ. Az euró befolyásolja az árakat nyilván, azt is ezekkel is számolnunk kell. A virágboltos azt is elárulta, hogy aki nem akar nagy csokrot készítetni, és az egyszerűséget szereti, egy szál virágot, leginkább vörös rózsát visz. Én azt gondolom, hogy a legolcsóbb rózsánk az egy ilyen 800, 900, 1000, 1200, tehát egészen a 2800 forintig úgy lehet beszélgetni. Sokan azonban nem csak virággal szeretnék meglepni kedvesüket. Ennek az ajándékboltnak a tulajdonosa szerint nagyon közkedveltek ilyenkor a különféle macis ajándéktárgyak. De nem csak macikkal, hanem a szerelmes ajándékok széles választékával is készülnek, hiszen ilyenkor jóval többen vásárolnak. Általában egy olyan duplájára nő a forgalom. Az ajándékbolt tulajdonosától azt is megtudtuk, hogy üzletükben a legolcsóbb valentinnapi ajándéktárgy 1000 forint, a legdrágább pedig 20.000 forint. Minden korosztály vásárol párjának, jellemzően többféle ajándékot is megvesznek egyszerre erre az alkalomra. Általában 20-30.000 forintot költenek, de vannak, akik jóval kevesebbet áldoznak az ajándékozásra, ugyanúgy, mint más ünnepekkor is. A pénztárca határozza meg. Sokan az ajándékozás mellett egy hangulatos étterembe is elmennek Valentin nap alkalmából egy romantikus vacsorára. Mindig el szoktunk menni vacsorázni valahova együtt. Már most ugye kisbabánk van, úgyhogy most hármasba töltjük, de valószínű ugyanez lesz a program. Egy meghitt vacsora valahol. Ebben a berekfürdői étteremben külön Valentin napi menüajánlattal is készülnek a szerelmeseknek. A éttermünk séfje egy négyfogásos menüsorral kedveskedik vendégeinknek, mely előétel egy paprikás csirkemás saláta, sok magvas parmezán kekszer, a leves egy zöld borsó cappuccino, kecskesajt habbal, a főétel leválasztható egy kacsa és csirke dó pisztáciás krusztában, a halak szerelmeseinek citromos fűke, fekete tőke alfilé, garnélás rizspilaffal, a desszertünk pedig egy narancsos, méhes, mézes pohákrém. A Valentin napi menüt ebben az étteremben egy főre 12.900 forintért kínálják. Az étteremvezetőtől azt is megtudtuk, hogy évek óta nagyon népszerű ez a szolgáltatásuk. Ilyenkor megsokszorozódik az asztalfoglalás. Megállapíthatjuk, hogy azok a párok, akik megadják a módját egymás megajándékozásának, több 10.000 forintot is elköldhetnek Valentin napra Karcagon.